Kérdésben valósban jön. A jogállam, picit kérlek szépen, hogy csöndesen érdekel. Csillál meg, most nem sokára lesz a nyomtatlan, és akkor kérlek. Az előadásának a címe, jogállamiság megsemmisülése, ennek következménye és lehetséges kiút. Jó, köszönöm, akkor hallgassuk szeretettel, nagyon. Akkor nekem ezt eléggé végig kell rohanni, mivel nincs annyi időnk, most erre a délután megy csomagra, úgyhogy megyünk, beindulunk rögtön. Tudjátok a címet, a jogállamról van szó, de azért nem fogok titeket értem különböző paragráfusokkal, mert cikkekkel értem bombázni, hanem egy kicsit egy olyan vicces kriminalistori lesz. Itt van, hogy mindannyian tulajdonképpen egy sorban ülünk, itt vannak a gazdagok, ott a szegényebbek, mindenki valamikor el fog síjjelni. Ilyes csak úgy betettem, egy-két ilyen kép van benne, megyünk most már tovább. Na most a gazdaság szerepe pont ugyanaz, mint az orvostudomány, mint a technológia, hogy a mi jólétünket szolgálja, és hogy viszont a gazdaság szerepe korlátozott. Tehát, hogyha ettől, hogy a mi jólétünket szolgálja, ettől eltérettől a paradigmától, akkor gazemberi válik, és hatalmas zsinálkányoló mutánssá változtatja, amit ma átélünk. Na most ez a kommunizmus összeomlásával kezdődött, a berlini fal leomlásával, és ez egy gengszer gazdaságot hozott létre, és ennek a gazdaságnak a részei és a politikai döntősokok elszakadtak a demokratikus társadalmi szerződésektől, és most a saját törvényeiket követik, és ez a maffia logikája. Amikor hát a fosztogatás életformává válik egy társadalmi csoport részére, ugye, idővel olyan jogrendszert hoz létre, amely legalizálja azt, és olyan erkölcsi kódexet, amely dicsőíti azt. Hát ezt is már azt hiszem érezzük. Na most hát a legjelentősebb kriminális szervezetek, ezt mutattam már a Lurdi házban, hát most tovább fogunk menni mára, ugye a Cosa Nostra, a Nandragetta, az oroszok, a nigeriai albán maffia, stb. Stb. Hát ezt látjátok, szóval egy csomó van belőle. Na most ellentétben a bármely társadalomban szokásos korrupcióval, amely más értékrendel együtt tud létezni, ez a gengszer gazdaság egy olyan életmódot képzelít ránk, ami hosszú távon mindenkinek ártani fog, és tulajdonképpen a nyertesek és a vesztesek, a szegényeknek és a gazdagoknak, tehát ez tulajdonképpen mindenkit el fog söpörni. És miből jön ez az egész? Ma a pénzáll a kultúra központjában, azt hiszem, ez már eléggé lett emlegetve, és az ember azt hiszik, hogy ez normális. A pénz utáni bohóság lerombolta az erkölcsi és etikai korlátokat, és elősegítette a gengszer gazdaság terjedést. Most mik ennek a következményei? A maffia szervezetek gyakorlatilag ezekben az országokban, ahol a növekedés nagyon fontos, de nincsen megfelelő jogi struktúrájuk, mert nem védik a környezetet, nem védik a társadalom tulajdont, nem védik, hogy a társadalom kiegyensúlyozott legyen. Itt primán el tudnak terjedni, és mivel ugye a profit az egyetlen motor ennek a gazdaságnak, ezért tulajdonképpen nem veszik semmit sem vesznek figyelembe, ami lényeges egy társadalom fenntartásához. Na most a profitra való törekvés, a kapcsiság, az a tőke és a menedzsereknek már a természetében benne van, és tulajdonképpen a politika feladata lenne, hogy ennek gátat szabjon, és egy rendezett csatornákba terelje. Ez lenne a feladata. Most itt van egy nagyon jó kép. Ennek a képnek az a lényege, hogy itt van ez a kedves üzletember, aki kiabálja, hogy na hát, növekedés, profit, és itt jön egy orvos, egy húsdarabban a kertébe, és közé. Nálunk az orvosoknál ezt az állandó növekedést úgy hívják, hogy rák. Hát ez is tök van rákos, tehát tulajdonképpen a diagnosztikája a mi mai társadalmunknak, hogy rákja van. Na, ezt a feladatot azonban a politika, mondtam, hogy a megfelelő csatornában kellene terelje,
de nem csinálja, és miért nem csinálja? A nyugati országoknak nincsen, nem alakult ki a magas technológiájuk van, de egy megküzdő szociális és demokratikus gyermekkel nem rendelkeznek, és hosszú távon a közgazdaság tanma nem létezik egy stabil gazdasági rendszer. Nincs, egy modell nincs, ez egy tragédia. Na most eszméletlen bürokrácia, hát ez egy szuper jó dolog. A 10 parancsolat áll 279 szóból. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat 300 szóból. Na most egy nagyon fontos dolog, a karamell bombonok behozataláról szóló uniós rendelet 25.911 szóból. Hát ez egy olyan fontos dolog, hogy ennyi szó kell. Na csak ugye egy jó összehasonlítás. Na most a világkormányai mostan nem már a saját népüktől hozzák a házi feladatot, hanem hitelminősítőktől, nyugdíjalapoktól, elemzőktől és a rájuk hallgató gazdasági újságíróktól. Most féktelen a lobbizás, Berlinbe csücsül általában kb. 4500 lobbista, a Brüsszelbe pedig 15 és 20 ezer, szerintem még több is, mert szerintem nincsen mindegyik fölé van jegyzetve. Na most menjünk a politikához, hát sajnos ehhez Magyarországon nekem nincsen semmi statisztikám, de Németország úgy van, hogy a Potsdami Egyetem csinált egyszer egy felmérést. És a CDU, a keresztény demokrata, a keresztény szocialista párt és a szocialista párt tagjainak a 40%-a nem tud időszakítani a pártot. Tehát azt jelenti, hogy ezek csak igazolványok van és hullák. Akkor 50%-a néha elmegy a gyűlésre. Tehát azt jelenti, hogy a pártokban lévő embereknek csak 90%-a, és szerintem Magyarországon is hasonló lehet a helyzet, 90%-a gyakorlatilag nem dolgozik. Na most marad ez a 10%, na most 84 millió német, és kevesebb, mint 200 ezer aktív. Hát ez a lakosságnak a 0,25%-a, és a politikai elit választási lehetőségei ugyanolyan szűkök, mint egy feudális államban. Na most, a jogállamiság igazán erős ellenségei nem Pakisztánba gyakorolnak, nem valahol egy a táborba, ők a székeken ülnek a minisztériumokba, a parlamentekbe. Na most, a politikai gazdasági elit manipulálva van, a parlamentek félnek, ugye a képviselők félnek általában már, a globális pénzügyi rendszer pedig tele van bűnös struktúrákkal. Befektetési bankárok, alapkezelők, állatősdei kereskedők, brókerek, könyvvizsgálók, adótanácsadók, ügyvédek támogatták ezeket a bűnszövetkezeteket, hogy pénzüket tisztára mossák, és lehetővé tették, hogy ezek a bűnszövetkezetek legális üzleti partnerekké váltak. Tehát ott vagyunk, hogy ezek a bűnös szövetkezetek legális partnerek. Na most a Dexter gazdaságnak két stratégiai célja van, termelni uralom, profit maximizálás. Na most kétféle banditával van dolgunk. Az egyik a kóborló banditák, és a másik a helyhez kötött banditák. Itt fogtok egy kicsit nevetni, mert mondjuk ez egy szomorú dolog, de azért vicces. Na most a kóborló banditák. A kóborló banditák olyanok, akik mennek, kirabolnak és mennek tovább, szóval nem érdekli, hogy az áldozatukkal mi történik. Ezek az amerikai, indiai, kínai és orosz oligarchák, de persze ebből több van. Én megnéztem a 2022-es statisztikát, de mindig az orosz oligarchák lesznek emlegetve. Az amerikai oligarchák vannak az első helyen. A 2022-ben, de van egy csomó szóval, hogy majdnem minden államban ezek léteznek. Én csak az öt legfontosabbat, mert az legelső, az amerikai fölértem, és a többit. Az oroszok az ötödik helyen vannak. Na most vannak a helyhez kötött banditák, és ezek a helyhez kötött banditák, ezek ülnek, helyben vannak, és kicsit úgy fékezik a vágyaikat, és az áldozatokkal kicsit jobban törődnek, és gondolnak is arra, hogy a kereskedelem és hát a vagyon gyarapodás működjön, és hogy mondjam, ők egy kis jogot is fenntartanak, a kóborló rabló bandák tevékenységét megfékezik, ami megakadályozza a befektetést, kicsit közrendet is fenntartanak. Ennek a tipikus példája Stálin, és ma azt kell mondjam, hogy a legtöbb államfő. Tehát ezeket úgy kell besoroljuk, hogy helyhez kötött banditák. Na most ennek a következményei, a prostitúció felendülése világszerte.
A szexpénző kultúrájának egyetlen nyertesei a szexkereskedők, ezt még érdekességet betettem, Izrael a sláv nők egyik legnagyobb importőre, ez vallási dolgokkal van összefüggésben, tehát évente 3 és 5 ezer közötti nők importálnak. Na most a biokalózkodás, a testületben lévő gének 1/5 már magántulajdonban van. Tehát már szabadolva vannak, és a szabadalmi díjak növelik a kutatás és a kezelés költségeit. Logikus, ugye? És itt van egy példa, ez a Genecor International csoport, ez a kenyai riftvölti tavakból egy baktérium típus nyert ki, amivel a farmerek festésére használnak. Ebből egy nagyon keres, és egy fitting adót se fizet Kenyának. Ez a biopiratri, ez a biokalózkodás. Na most akkor, várjunk, csak ott állom, és megkerülöm, hogy rosszul. A véres arany, igen. A kongói aranylelőhelyek a világ legnagyobbjai közé tartoznak, a jeggyűrűjeink azonban olyan gyermeket vére szennyezi be, akiket a kongói hadurak és bűnbandák elraboltak és rabszolga sorba taszítottak ezekben az aranybányákban. A modern rabszolgaság virágzik, na most a mai rabszolgaság egészen a hűtőszekrényünkig ér. Szinte minden általunk fogyasztott terméknek sötét története van. Rabszolgamunka, kalózkodás, hamisítás, csalás, lopás, pénzmosás. Ez tény. Na most a rabszolgák mindenütt a globális kapitalizmus szerves részeit képezik. Úgy mondjuk, hogy Európában számíthatunk, hogy 100-200 ezer között vannak rabszolgák, ma is, és ezek totál szerencsétlen emberek, ezeknek mindenüket elvették, nincs papírjuk semmi, az ég egy világán, úgyhogy ezek ténylegesen teljesen kisebbizett emberek. Na most, hol dolgoznak? Kakaóültetvényeken, Kalifornia gyümölcsöcsök, illegálisan halászipar, kalóz és hamis termékek gyártása, évente mindegy 30-40 milliárd dollárt termelnek. Most egy rabszolgának az ára a múltban, 3000 évvel ezelőtt volt 20 ezer és 80 ezer dollár között. Ilyen magas értéke volt a római birodalomban. Na most a rabszolga gyerekek 230 euróra lesznek megvéve, és ezek dolgoznak kb. 200 ezer gyerek dolgozik a kakaóültetvényeken. És 230 euró az ára. Az online kalózkodás az a kínaiak vezetnek az online kalózkodásba, az internet pornográfiába, főleg az oroszok vezetnek, és a legtöbb bűcsőny Németországból és Belgiumból származik. Kalózkodás a tengeren, mintegy 50 ezer hajó megy a tengeren, és az árunknak a 80%-át szállítják ide-oda. A legtöbb kalóz az ázsiai, ázsiai számadású, mostan ezek a kalózok, ezek a hajók irtójó kivannak most már, el van a plázma, hogy műholdas navigáció, drága radarok, hajódokumentumok, hamisításra alkalmas eszközök, ezek minden pár kilométerre cserélik a zászlót, új papírok, szóval ez működik. A kalózkodás a tengeren, na most a kalózkodás tevékenységei a tengeren, illegális halászat, hajók zsákmányolása, lopott árok kereskedelme és veszélyes mérgezett hulladékok lerakása. És ott most az utolsó pontnak, hogy nem soroltam föl mindent, utolsó pont a hamisított gyógyszerek. A WHO szerint minden 10. tablet a hamisítvány és eredetiként adják el. Na most a következtetés. A történelemben egész még soha nem fordult elő, hogy egy oligarkaszta annyira szintetlenül fitoktatja a luxus iránti vonzalmukat a legszegényebbek kárára. A gangster gazdaság kaotikus, anarchikus és törvénytelen, és képviselői kizárólag a saját előnyükkel törődnek. A gazdaságnak ez az anarchikus állapota most figyelhető meg először a világtörténelemben globális szinten. Most a nemzeti állam pedig piacállammá vált, és a piacállam feladata az állam hagyományos szerepét, hogy megvédje a polgárait és vállalkozó szerepet vállalt, ez megszűnt. Nem törődik az embereknek a jogának a megvédésére, ezt érezzük. A gangster gazdaság halálos következményei, hogy írtam, hogy hát a társadalmi és gazdasági problémák kezelésére az állam képtelen, a kormányok közömbösek a problémákkal,
Az anyagiakat elsőségében minden előnnyel szembe, az anyagiakat csak a fontosak, a Földön minden folyamat a kereskedelem tárgyává lett már átalakítva. Na és persze ebben a konzum sztoriban a demoralizált népet sajnos könnyebb belekényszeríteni abba a zsarnokságba, amely felé az egész nyugati világ jelenleg halad. Az igazság és az igazságosság kihalt a nyugati világból már, nagyon szépen látva itt is. Na most a nagy oligarchák a piszkos jövedelmüket a pénzügyi üzletbe irányítják, és azt hiszik, hogy az állam felett állnak, de és ők a gazdaság urai. Meg kell mondjam, hogy ezt ők sem áll. Ők sem urai, ők sem tudják tulajdonképpen képesek uralni a helyzetet. A helyzet egyre kaotikusabb lesz. Most letettem egy Albert Einstein idézetet, a világot nem a gonosz emberek fenyegetik, hanem azok, akik hagyják, hogy a gonoszság megtörténjen. Ez a fő baj. A legtöbben figyelmen kívül hagyják, vagy nem veszik észre, hogy a jelenlegi rémálom központjában a gengszer gazdaság áll. Na most kiutak. Extra primitív út, fölmászunk megint a fára, és elkezdjük az egészet előtt. Ugye, mint ahogy kezdtük, hogy az emberiség, hogy a fáról, de ez a sogoromnak mondta, jó, hogy mondom, ezt beveszem. Felvegyük a fára. Na most a visszaélések puszta elítélése nem változtat a jelenlegi helyzetet. A problémáink újak, de hát a régi receptekre nem tudunk visszatérni, ezek nem működnek, kénytelenek vagyunk új utakat keresni. Jelenleg a harc a politika és a gengszer gazdaság között folyik, a csata kimenetele jelenleg bizonytalan. Ami nagy probléma, a vezető osztály és a lakosságnak növekvő határtalan műveltsége, ami mindennek előtt az együttélés kötelező értékeinek a hiányát vagy eurózsiát jelent. Ez a legnagyobb probléma. De az embereknek minden bizonyan megvan, én azt mondom, változatlan a képességük, hogy megnyerjék a csatát, és új társadalmi szerződést kössenek. Most ez a mai helyzet, ez, hogy mindenki doronggal megy egymásra. Na most a közvetlen demokrácia szükségessége abszolút teljesen fontos. Erről majd többet fogunk még, biztos, hogy még ma is holnap beszélni. Tehát olyan helyeken, ahol a polgárok megvitathatják és beleszólhatnak az életüket érintő kereskedelmi folyamatokba. Most extra tetettem minden sivatag képet, ehhez azonban fel kell ismernünk, hogy mi illúziókban élünk, hogy egy sivatagban élünk, és ezt új ötletekkel kell öntözzük ezt a sivatagot. Na most új társadalmi modellt kell közösen kidolgozzunk, mert az emberiség túlélése most nem attól függ, hogy versenyzünk egymással, hanem hogy tudunk egymással globálisan kooperálni, és az illegalitás kultúrájával szemben végre a törvényesség és a demokratikus civil bátorság kultúrájának kell aktívan fellépnie az együttélés minden szintjén. Szorgalom nélkül nincs jutalom, demokrácia csak aktív polgárokkal tud működni. Most én beértem ezt a négy javaslatot, de hát több javaslatom is van. Kérdezős kérdést indítani, ezt már említettem máma, hogy hogyan akarunk egymás ellen élni, és ebből egy új alkotmányt csinálni. Népszavazást beindítani, legyünk továbbra a WHO tagját, tulajdonképpen ennek is a népszavazási kérdését megfogalmaztam. Bűnügyi feljelentéseket beadni az utolsó évek bűnösei ellen, ezt most Németországban és Ausztriában már tulajdonképpen tető alatt van, most Magyarországon dolgozok, és a helyi közvetlen demokráciát beindítani. És erre van ez a képen, ez az Aperről tegnap beszéltem már, ez a Freunde der Demokratie, ami be lesz indulva, be lesz majd indítva. Hát itt van annyira van, hogy hát minden államhatalom a néptől indul, ez a magyar alkotmányban is benne van. Na és akkor, hogy nekünk 401 ilyen körzetünk van, és tulajdonképpen ezekben a körzetekben legalább minden hónapban legyen egy szavazás valamiről, és hát ez persze ingyen van. És akkor úgy hívják, hogy visek, mert visen az, hogy törölni, és akkor ezt a visepet ezen az oldalon le lehet tölteni, és akkor, ha van valamiről szavazás, akkor ugye az ember behozhatja, hogy igen vagy nem, jár, és akkor
Ja, és már minden polgármester, meg főpolitikus benne van már ebbe az appba, vagy ebbe a programban, már mindent összeszedtek a Németország összes kerületéből, de a szavazásnak az eredményeit, ha befejezték a szavazást, nem tudom, egy pár évig, meg csak egy maximum egy hónapig, akkor minden politikus megkapja az eredményt a helyszínen, és minden a helyszíni sajtó. Tehát ez már be van mind programozva, hogy automatikusan megkapja. Na most itt van ez a Wish app, amit letölt az ember erről a izéről, akkor meglátjuk, hogy megint járnál. Ugye azt tudja csinálni az a hölgy, és akkor hogy van, és akkor így kell bejelentkezni, hogy az ember megadja a postairányító számát. Tehát azzal kerül belni, azzal tudja az ember mindig utána a Wish-appben belépni, és ez csak azt engedi, ez, hogyha az ember ezt letölti, hogy mit tudom én a Hamburgban lakom, akkor én Büntjelben nem szavazhatok még egyelőre, csak Hamburgban. Most egyelőre regionálisan, szóval helyi szinten akarjuk elkezdeni. Na, most ezt végülre becsaptam még, hogy gondoljuk arra, hogy a világon először Magyarországon tették kötelezővé az összes klinikának klórosvizes fertőtlenítést, miközben Bécsben még mindig arról csikkeztek, hogy megállt kellene parancsolni végre ennek a kézmosási őrületnek. Úgyhogy azért mondom, hogy mi sokkal elsők voltunk, úgyhogy én gondolom, hogy mi ne legyünk most is elsők. Úgyhogy köszönöm szépen, remélem, hogy a 15 percből kijöttem. Jönnék ide, majd jó át ezt. Na, mennyi volt, Józsi? Hát, 15 és fél. 22. Na, jó, köszönjük szépen. Akkor jól hívom, most a Gatilát. Üdvözlet, hogy azt hiszem, igen. Remélem, nem volt nagy. Ja, még akarok mutatni két könyvet, amik itt ezek tárgyalnak. Ez megjelent 2014-ben, a Verkauf der Demokratie, hát ez a két német könyv, de nagyon fontos, mert az eladott demokrácia, és hogy az út szabad a rabszolgaság. Tehát a modern rabszolgasághoz vezető út, ezt egy szerb írta, aki Németországban él, és valami vállalkozó, mert Milos Krisztics, vagy hogy hívja, lényeg az, hogy már ő akkor már leírta, hogy milyen tendenciák vannak, és hogy megyünk a rabszolgaság fele. A másik pedig egy egész modern könyv, a manipulált agy. És ez egy doktortól van írva, és fantasztikusan leírja, hogy ezzel a egész Covid programmal tulajdonképpen azt a hippocampuszt, ami az embernek a tárolója az agyba, azt akarják tönkretenni. Az a cél. Emelt föl még a könyvet? Éles kamerának a könyvet. Jó. Elnézést. Lehet hallani, amit mondok? Direkt hangosan beszélek. Nehogy gondolj. Jó, köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntelek benneteket, tisztelettel köszöntöm önöket. Dr. Gonostori Attila, jogász vagyok. Hát megköszönöm a megtisztelő felkérést. Remélem a szervezők nem fognak ezért borulni rám, hogy pár mondat elejéig nem a felkért témával kapcsolatban foglak titeket, illetve önöket tájékoztatni, hiszen személyes benyomásom az itteni tapasztalatok alapján a mai napon, hogy ennek a mai napnak van igenis egy prioritása, lévén magyar állampolgárok vagyunk, vagy pedig aki már nem magyar állampolgár, vagy kettős, az is magyar érzelmű. Nevezetesen a Szent Koronatan döntő valamennyiunk számára. Annyit elárultok nektek nagyon gyorsan. Én korábban az én ismeretség körül mondta, hogy a Szent Korona, Szent Korona, Szent Korona. És ugyanúgy volt, ami nagyon-nagyon sok magyar honfitársa. Ugye ez már a múlt, ez már a történelem. Dogmatikusan gondolkodtam. És így gondolkodtam én is. És akkor megkaptam nem olyan nagyon-nagyon régen a felkérést arra,
hogy a hazatérő templomába tartsak ezzel kapcsolatban az eljelvóadást, és akkor rájöttem arra, mint jogász, aki hosszú évtizedeken keresztül ezen a pályán volt, de nem csak mint gyakorló ügyvéd, hanem parlament, közéleti szerep, politikai, stb. Stb. Hogy az egész magyarságnak ez a lényege, a Szent Koronatom, akarjuk, ha nem. Itt három szó, pontosabban hat szó a lényeg. Az egyik iratlan, második történelmi, a harmadik alkotmány. Iratlan történelmi alkotmány, ez a miénk, mindannyiunké, és senki, de senki nem veti el tőlünk. Ezt vegyétek komolyan. Én ma már ennyi évtized után már azért nagyon ritkán használok minősítő jelzőket. De elárulom nektek, ebben a témában kijelentő módban mondhatom, legyen jobb oldali, legyen bal oldali kormány az országon, semmit se számít. Ez az, ami törvényes Magyarországon. A 49 évi 20-as törvény, pont, a Fidesz alatt csinált törvény, nem kívánom egyiket sem minősíteni, de ezzel kapcsolatban valamennyünk számára létkérdés, legyen felmenő, legyen leszármazó, legyünk mi. Mindannyiunkat materiálisan is közvetlenül érint. Itt elhangzott az a idézőjelbe vett dolog, és ezt cínikusan mondom, hogy jaj, milyen nagy problémánk van. Van 9000 tonna arany, van 9000 tonna ezüstünk, hogy milyen nagy probléma. Hát Trianon valóban nemzeti dráma volt, de ez nem nemzeti dráma. Annyit elárulhatok, hogy ennek világviszonylatban még akkor is nagyon, de nagyon nagy jelentősége van a 9000 tonna aranynak és a 9000 tonna ezüstnek, ha nem bányásszák ki. Nem kívánok pénzügyi dolgokba belemenni, nem ez az én szakmám, de a, nem csupán a világpolitika, hanem a világ pénzügyi rendszerét illetően nagyon, de nagyon komoly jelentőséggel bírhat ez a 10 millió ember vonatkozásában is. Ez biztos. És akkor még nem beszéltem az úgynevezett Pannon vízről, talán vannak köztetek, akik már erről hallottak. Magyarország, ha akarjuk, ha nem, igenis világhatalom a vizet illetően. Ezeket csak azért tudom, mert olyan körök megtiszteltek a jogi szakmai szakértői felkéréssel, akik ezzel rendelkeznek. Tehát többet erről nem kívánok mondani. Még amit azért ezzel kapcsolatban mondom, hogy tehát legitim, igenis törvényes a Szent Koronatom. Három dolgot kellene minden magyarnak, még összesen hat szó. Iratlan történelmi alkotmány, a másik pedig Szent Korona, a király és a nemzet. Ez a hat szó, ez mindannyiunkat, még egyszer mondom, ha akarjuk, ha nem, döntően érint, mint magyar állampolgárok. A lényege az egésznek az, a Szent Korona minden és mindenek felett áll, és ez az abszolút teljességes hatalom, a Szent Korona. A második a király, és a harmadik a nemzet. Nem a királyé 1514 óta a Föld a Szent Koronáé. Elnézést, hogy ezt mondom, semmi köze nincs a királynak ehhez. A király az csak menedzseri dolgokat látott el. És hogyha ezt a mai állapotokra tesszük vissza, ugye, akkor a Föld méhének kincsei, miket az előbb mondtam, és ez tényleg egy világ, ez egy abszolút gazdag ország. A Föld méhének a kincsei, az nem a mindenkori kormányi, nem a mindenkori miniszterelnöki, vagy a köztársasági elnöki, vagy a politikai pártok. Ők csak menedzselni tudják. Ez a magyar nemzeté. Ha tetszik nekik, ha nem. Teljesen mindegy, hogy bal, jobboldali, független kormány van, vagy lesz hatalmon, semmit se számít. Remélem ezzel megértettetek engem. És még egy történelmi jellegű dolog. Már Szent Istvánnal kezdődő. 1027-ben. Ezt követően 4. Béla, ugye, 13. században. Majd ezt követően már 1440 körül, ugye Hunyadi János idejében. Ugye? És akkor jött az 1514, Verbőcé, Tripartitum, hármas könyv, biztos tudjátok ti is, ugye? Ez pedig az úgynevezett hatalom megosztás. Mi egyáltalán nem vagyunk kis nemzet. A magyar szürke állam, az világ viszonylatban meghatározó, higgyétek el, voltam Dél-Amerikában és a többi, nem mindig éltem itt. Tisztában vagyok, a magyar nemzet szürke állományával. Mi ebben is világhatalom tudunk lenni. Ugye a szuverenitás 1576-ban John Badennel kezdődött.
Ezt csak azért említem, mert a hatalom korlátozásáról volt szó. De a hatalom korlátozása Magyarországon a tripartitummal már 1514-ben kezdődött. És akkor még nem beszéltem az angolokról, és a többi, és a többi. Tehát ezek olyan dolgok, amiket illik minden magyar állampolgárnak tudni. Arról nem is beszélve, hogy akár a földben marad ez a nemesvém hatalmas vagyon, akár nem. Ez gyakorlatilag azt jelenteti, még abban az esetben is, hogyha nem fogják kibányászni, hogy Magyarország közvetlen közelébe kerülhet, még talán a mi életünkben ahhoz, hogy, és ebben nem túlzok, hogy a Svájchoz hasonló életszínvonal legyen ebben az országban. Mit kell ehhez tennünk? Ez azt kell tennünk, hogy össze kell fognunk gyerekeinkért, felmenőinkért, saját magunkért, és ki kell harcolnunk azt, hogy a Szent Korona arra a magyar társadalmi és politikai helyzetbe kerüljön, amiben elődeink évszázadokon keresztül tették. Hát ennyit akartam a Szent Koronáról mondani, és remélem ezzel nem mutattalak benneteket. És akkor jönne a következő, hogy amivel kapcsolatban kaptam a felkérést, hogy mit lehet és mit kell megtenni. Ugye a Covid-dal kapcsolatban 40-50 ezer honfitársunk meghalt, és a hatályos jogszabályok, ugye ezek büntető jogszabályok, ezzel kapcsolatban a felkérés az volt, hogy mit tehetünk, vagy mit kell tenni, ugye, ha jól emlékszem, ilyesmi volt. Nos, én ugye ennyi évtized elteltével már nem feltétlen sztereotip módon gondolkodok, mint volt ügyvéd, hát most egy magyar részben nemzetközi stiftum alapítványnak vagyok a kuratóriumi elnöke, és hát bizonyos értelemben még a jogi dolgokat csinálom, de nem klasszikus értelemben az ügyvédieket, hogy miért nem vagyok most ügyvéd, nem a magam hibája miatt, nem akarok itt belemenni sem politika, sem ilyen jellegű dolgokba, de annyit elárulhatok nektek, illetve önöknek, hogy hát én nagyon vigyáztam az ügyvédi nevemre, a becsület, tisztesség, és a többi, tudom, ezek sztereotíp kifejezések, és ennek tudható be, hogy én igen, valószínűleg a mindenkori pont nem magyarán féltek attól, ha ez az ember ügyvéd marad, akkor elképzelhető, hogy bizonyos olyan diszonáns jelenségek is bekövetkezhetnének Magyarországon, amelyet a mindenkori politikai hatalom, és ezt remélem értitek a kifejezést, a mindenkori magyar politikai hatalom nem tart szerencsésnek. Hát ez volt az én személyem. Na, menjünk akkor tovább. Ezekkel a Covid-dal kapcsolatos állampolgári, hogy mondjam, kvázi ellenállásokkal kapcsolatban a hatályos jogszabályok körében kiemelkedik az úgynevezett rémírterjesztés. A rémírterjesztés 2012 évi százas törvény BTK 337, aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tény, vagy valótényt oly módon elfeltételezve állít, vagy híreztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjának zavar vagy nyugtalanság keltésére, büntet miatt 3 évig terjedő szabadságvesztésre az üntetendő. Na most, nem az a feladatom, hogy itt egymás után a törvénytényállásokat a különböző, hogy mondjam, büntetendő elkövetési magatartásokkal kapcsolatban itt megemlítsen nektek, illetőleg önöknek, de azt mindenképpen el kell mondanom, hogy sajátos jogi logikával kell érni, és ezt szeretném nektek, illetve önöknek átadni. Tehát magyarán, akivel kapcsolatban ilyen jellegű eljárás indult valamikor, vagy az ismeretségi körében, de csak ezekkel az orvosi dolgokkal kapcsolatos, tehát a Covid-járványon kapcsolatos dolgokkal értem az összefüggést, ott nem szabad sztereotíp, és nem is szabadott volna egyetlen jogásznak, jogi képviselőnek, akár kirendelt ügyvéd volt, akár meghatalmazott ügyvéd volt, nem szabadott volna sztereotíp módon gondolkodni, mert így nem lehet védeni senkit se maximális eredménnyel, hogy vagy a cselekvésével arányban álló büntetés szabjon ki a bíróság, vagy akár felmentsen. Hát éppen jól tudjátok, hogy a magyar igazságszolgáltatás a nemzetközi közvélemény fókuszában áll, tökéletesen, azt hiszem nem árulunk el titkot, ugye az Európai Parlament pár nappal ezelőtt elindult,
neki ment az Európai Bizottságnak, ugye az Európai Parlament fölött áll az Európai Bizottságnak, és mondták, nem, Magyarország nem kaphatja meg a 12 milliárdot. Ugye, mert a jogállamiság, tudjátok ti is, meg önök, ugye, miről beszélek, ugye az Európai Bizottság elnök asszonya közölte, hogy hát Magyarország tulajdonképpen teljesítette a jogállamisággal kapcsolatos kritériumokat, az Európai Parlament pedig közli azt, Magyarország nem teljesítette a jogállamisággal kapcsolatos kritériumot, ergo nem kaphatja meg még a 12 milliárdot sem. Ugye a 20 milliárd az eleve tilalom alatt volt, tehát arról nem volt szó. Na most azt ne várja tőlem senki, hogy én itt most minősítő jelzőket használjam, mert nem csak az, hogy felelőtlen lenne, ezek túl nagy társadalmi kérdések, túl nagy társadalmi problémák ahhoz, hogy én itt most akár pozitív, akár negatív formában nyilatkozok. Egy dolog biztos, hogy Magyarország jelenleg még az Európai Unió állandó tagja, egy dolog még ha akarjuk, hanem az is fog maradni, és ez ténykérdés, az Európai Unióban pedig az Európai Bizottság jelentős része úgy látja, hogy Magyarország az igazságszolgáltatás tekintetében az a függetlenség, amit itt említenek, az kvázi függetlenség, és nem valós tartalommal rendelkező, de nem az a bírói függetlenség, stb. Ezeket Magyarországnak orvosolnia kell. Hangsúlyozom, mondják ők, tehát nem véletlenül fogalmazok így, ezt ne várja tőlem senki, hogy én itt minősítő jelzőket alkalmazok, és nem azért, mert félnék, aki ismeri az én élettörténetemet, az tudja nagyon jó, hogy ez az ember megcsinálta azt ebben az országban jogászként, amit meg lehetett és meg kellett csinálni, és a mai napig ugye, hát ezeket vállalom. Tehát a rémhírterjesztéssel kezdtem, aztán még egy pár dolgot taxatívan föl fog sorolni. Ezeknél a jogi törvényi tényállásoknál, ahogy említettem, nem elég az előtőbb védelem. Mi kell ehhez? Hát ez az én egyéni, hogy mondjam, jogi technikám, mint olyan, mivel alapvetően orvosi szakkérdésekről van szó, ezért mindenkinek azt tudnám tanácsolni, ha esetleg ilyen jellegű problémája van, de hangsúlyozom, büntetőügyekről beszélek, hogy az illetékes bíróságok, hát ezek törvényszéknél vannak, az illetékes törvényszéknél mindig van egy olyan névjegyzék, ez az úgynevezett igazságügyi szakértők névjegyzéke, aki számára szimpatikus, hogy neki ajánlják, azzal üljön le, aztán ha úgy gondolja, akkor egy megbízást ad annak az igazságügyi szakértőnek, de csak a bírósági névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértő kerülhet szóba, senki más. Most miért mondom ezt? Azért, mert Magyarországon a korábbi legfelsőbb bíróság, illetőleg a most már kória, ugye, elismerte azt, egyébként nem csak ilyen orvosi ügyekben érvényes, ez minden ügyben, hogy az állampolgároknak, az úgynevezett jogkereső közönségnek jogában áll szakértőt fogadni, jogában a szakértőt megbízni, és akkor abban az esetben, ha ezt a szakvéleményt, az adott jogkérdést illetően az illetékes jogalkalmazó bíróságnak becsatolja, akkor ezt a jogalkalmazást végző bírónak, vagy bírói tanácsnak ezt tudomásul kell vennie, hogy ez is létezik. Na most a lényeg az, hogy ennek ugyanolyan úgynevezett bizonyítási, bizonyítéki értéke van, mintha a bíró rendelne ki egy igazságügyi szakértőt. Nem tudom, értitek, hogy értenek el. Ugyanaz. Na most nyilván az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, hát nem mindig, hogy mondjam, a vádlott oldalán van, hogy finoman fejezem ki, az igazságügyi szakértő, akit kirendel a bíró. Hát most csúnya szó, hogy amit mondok, de hát az, ez az olyan hasonlatőszerűen működik, hát most ezt nem kívánom részletezni, de ahhoz, hogy a mérleg két serpenyője valahogy meglegyen, hát ahhoz az érintett vádlottnak is, ugye ott már terhet vádlott az illető, ott annak is célszerű egy ilyen szakvéleményt becsatolni. És ilyenkor már nem tehet a bíró, be kell írni a szakértőt, tehát az érintett vádlott szakértőjét, aki elmondja a szakvéleményét, nyilván fenntartja a szakvéleményben foglaltakat, és amennyiben diszonáns, tehát amennyiben ütközik a két szakvélemény, nincs más lehetősége, egy úgynevezett ellenőrző igazságügyi szakértőt kell kirendelnie. Ugye? Aki lehetséges,
hogy nem az fogja megerősíteni, mint amit a vádlottnak a szakértő a szakvéleménybe foglalt. De hát, mondom, az én technikám alapján azért ez így egyszerűen nem működik, mert ismerve a magyar igazságszolgáltatás útjait, ugye, én úgy dolgoztam, és egyébként még most is, ugye, mert az alapítvány keresztül törvényes lehetősége van, bármely hozzám forduló állampolgár ügyében állampolgári jogokat, illetve jogi segítséget, jogi tanácsot adni, hogy ilyenkor talán a legcélszerűbb az, hogy egy úgynevezett megelőző írásbeli bejelentés történjen Strasbourgba, ugye az Emberi Jogok Európai Bíróságához, annak olyan értelemben van jelentősége, hogy egy bíró, egy büntetőbíró igenis ezerszer meggondolja, hogy hát nem a törvények szellemével szemben kellene járnia, mert ugye számol akkor azzal, hogy ez bizony nemzetközi fórumra fog kerülni. Ugye? Bár ugye ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a Strasbourgi Emberjogi Bíróság az úgy működik, hogy rendkívül szigorú rendszerén, tehát nem úgy, hogy valaki hasárít, aztán benyújt oda egy ilyen panaszkeresetet Magyarországon szemben, hanem megvannak azok a témák, amelyekhez kapcsolatban formanyomtatványok be lehet nyújtani a panaszt, ami kvázi feljelentést is jelenthetnek Magyarországgal szemben, és akkor azt eldöntik majd ott, hogy hát foglalkoznak vele vagy sem. Hát nem tudom, értenek vagy értitek, amit én itt említettem. Menjünk akkor tovább. Mindjárt befejezem. Még egy fontos dolgot szeretnék mondani, gyorsan felsorolom ezeket a jogszabályokat. Azt mondja, a BTK 322, ugye a közbiztonság elleni bűncselekmények, a járványügy védekezésének az akadályozása. A BTK 322-nagyon első paragrafus, a végrehajtás akadályozása, a 338 első bekezdés, közveszélyen fenyegetés bűncselekménye, és ugye említettem a 337, a rémír terjesztés. Nos, és ezek úgy működnek, hogy ezektől a jogi technikáktól függetlenül a bírónak az úgynevezett egyéni mérlegelést kell alkalmazni. Szinte kivétel nélkül az ilyen fajtájú büntető eljárásoknál, mert az úgynevezett törvényi tényállások, ugye, amikben benne vannak foglalva ezek a cselekvőségek, azok Magyarországon nem egyértelműek. Tehát a bírónak egyéni mérlegelést kell alkalmazni, és rendkívül prioritást élveznek az úgynevezett orvosi szakkérdések. Tehát ezeket anélkül nem lehet csinálni. Na most nagyon gyorsan mondom, és akkor a magam részéről befejezem. Ezek olyan jellegű dolgok, hogy nem célszerű a mindenkori védőknek, ugye, jogi képviselő védőknek ezeket a szempontokat figyelmen kívül hagyni, mert ismerve a magyar igazságszolgáltatást 40 évig abban dolgoztam, hát voltak futószalagon levő büntető eljárások, biztos tudjátok is, hogy mire gondolok, ahol nem nagyon számított az, hogy ártatlan, nem ártatlan, és a többi voltak, mert talán a politikaiak is, abban nem kívánok belemenni, de mondom, az orvosi jellegűeknél ott kimondottan az orvosi szakvélemények, stb. Számítanak, ahol azért a bíró, aki jogász, az azért az orvosi szempontokat nem ismeri és nem is ismerheti. Hát ennyit akartam röviden mondani, mert tovább már nem kívánom az időtöket pazarolni. Köszönöm szépen, hogy tudod szépen. Köszönöm szépen, Kovács Attila. Okay.
városra. Nagyszerű. Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz. A kérdések közelében elhangzott, hogy kell nekünk a WHO, ugye? Hogy kell nekünk a WHO. Az összes többi is érdekes dolog, csak engem ez érdekel majd szépen. Jó. Igen. Azért érdekes a kérdés, mert hogy van egy úgynevezett Tedros akta, amelyik durván egy évvel ezelőtt jött ki, és ebben majd megpróbálom olvasni, mert nem, fejből nem megy minden. Elmondja, hogy egy olyan helyzet jött a Tedros akta pillanat, amelyben megállapította egy vizsgáló társaság azt, hogy a WHO főigazgatója, Tedros Adhanom, nem tudom, Gebreyesus, vagy valami ilyesmi, tehát nem a Gebreyesus, na mindegy. Tehát a lényeg az, hogy megállapították, hogy a minisztériumi ténykedése államvezetési okokból odáig fajult, hogy népírtást követett, tehát nem egyszer, hanem többször. És ennek okán tulajdonképpen ő nem egy megbízható ember, de valószínűleg ezért választották a WHO vezetőjévé. És most arra törekszenek, hogy egy 2005-ös WHO-s egészségügyi szabályzatnak az átalakításával a világ minden országára kiható jogai jogosítványokat adjanak ennek az embernek. Nyilvánvaló a cél. Nem akarom mondani, mindenki tudja. Ezért a Magyar Királyi Kamara a magyar nemzet érdekeinek képviseletében nyilatkozik és ellent van, mint tetszenek látni itt a dokumentum. Azért kell ellent mondani, mert az összes dokumentum, ami ebben megszületett, az kihangsúlyozza, hogy csak azok maradhatnak ki a hatása, vagy a hatája alól a WHO ügyintézésének, akik határozottan ellentmondanak ennek. Na most mi ez? A Magyar Királyi Kamara, illetve a Magyar Királyi Koronatanács eddig háromszor tettük meg, és ez a jelenlegi, az utolsó ilyen dokumentum, amelyiket megkapott az ENSZ főtitkár, és megkapta a WHO vezetője is. Ennek az a lényege, hogy hivatkozunk leginkább az ENSZ emberi jogi nyilatkozatnak az elejéhez, amit itt tetszenek olvasni, idáig tart, egy picit van egy vissza. És miután erre hivatkoztunk, tehát az ő általuk lefektetett alapelvekre, utána hivatkozunk ezeknek, ennek az emberi jogi kartának, vagy nyilatkozatnak a megfelelő pontjaira, a 3-as, 4-es, 5-ös, 13-1-es, 2-es, a 18-as, a 23-4-es és a 28-as cikkére, valamint a Magyar Királyi Koronatanács 2020. 9. 30-án közé tett állás rendeletére, illetve az azt megelőző 2014 évi Magyar Királyi Koronatanács állásfoglalására és az Aranybull 31. cikkének záradékára, nem tudom, mindenki tudja, hogy mit jelent? Nem. Ellenállási záradék. Így is szosabb van. Valamint a PTK 6583-as jogszabály szabályai szerint, amelyik azról szól, hogy megbízás nélküli ügyvitel. A megbízás nélküli ügyvitel a magyar jogrendben, jelenlegi magyar jogrendben érvényes, és arról szól, hogyha valakinek kigyullad a háza, vagy bármilyen más problémája akad, de nincs ott, hogy segítsen magát, hanem én vagyok az, aki látom, hogy baj van, és segíteni akarok, meg kell, akkor én ezt megtehetem ezen a jogszabály alapján. Oké? Ennek van egy eljárási rendje, tartozik hozzá a másik paragrafus is, amely kimondja, hogy ha én ezt megtettem, értesítenem kell róla az érdekeltet, és közzé kell tettem, hogy miért tettem. Na most miután ezt a
dokumentumot mi közé tettük, a honlapunkon kint van, gyakorlatilag mindenki tud róla, tehát nincs olyan, hogy valaki ezért megrólhatta bennünket. Nem tud. Viszont az ellentmondás ezekre a hivatkozásokra érvényes, nem egy csoport érdekében, hanem kimondottan a nemzet minden tagjának érdekében. Gondolom mindenki érti, hogy nem arról van szó, hogy a Magyar Királyi Koronatanács vagy a Magyar Királyi Kamara által megtett ellentmondás és nyilatkozat, az csak az ő által szükebbet csoport érdekre van hivatkozva, hanem kimondottan minden magyar ember érdekét képviseli. Akkor is, hogyha netán valaki nem tudja, és az alaptörvény alapján gondolja magát megvédeni, amivel bajba lesz, mert az alaptörvénnyel dolgozó csoport, az pillanatnyilag éppen ellenkező irányba halad. Nem részletezem. Tehát miért kellett ezt, és miért lehetett megtenni? Azért, mert elveztük, hogy a jog hogyan teszi lesz lehetővé, illetve mi az, amit nem tesz lehetővé. És akkor el kell mondani, hogy a teremtés, vagy ősrobbanás, vagy bárminek nevezzük, által tulajdonképpen létrejött a teremtett világ, az anyagi világ. Ezt mindenki tudja, mert benne van, ő maga is anyagból van. Ám már ez se igaz. Miért? Azért, mert az anyag a tudomány jelenlegi állása szerint végső állapotában hullám és rezonancia. Vagyis nem anyag. De ha mégis ezt tudjuk és tudomásul vettük, hogy egy bizonyos frekvencia a tartományban benne vagyunk, és ezért anyagnak tekintjük magunkat, meg mindenki más, akkor ránk is vonatkozik a teremtésnek az a aspektusa, hogy ne ok nélküli. Tehát minden, ami teremtett, annak valami oka van. Mi az ok? Hát ez a gondolat, amit az a legfelsőbb gondolkodó, akit akárhogy is nevezhetünk, nevezhetjük teremtő anyatermészetnek, nevezhetjük Istennek, nagybumnak, vagy akárminek, de valaki azt, az okot előadta. És az oknak az okozata lett a teremtés. Ha pedig ez így van, akkor a jognak a forrása az oknál keresendő, vagyis a teremtőnél. Mindenki el tudja fogadni? Nagyszerű, örülök neki. Tehát akkor nincs vita köztünk. Tehát a teremtő a teremtésből létrehozott viselkedő anyag, az ember, vagy más is, de főként az ember, által hozta létre azt a jogot, amit az ember cselekvéseiben használ. Viszont ez a jog hozzá tartozik. Tehát amit én megcselekedhetek, az nem másé, az nem a másik joga, neki is van. Nekem is, neki is, mindenkinek van a cselekvései által egy behatárolt joga. Ezt a jogot tulajdonképpen nem lehet felosztani. Mégis alkotunk úgynevezett jogokat, hogyan? Úgyhogy összeadjuk, amik van. Tehát amikor összefogunk, ahogyan a történet egyik fontos része ugye megnyilvánul, hogy mi azért vagyunk itt, hogy összefogjunk. Hogy rájöjjünk arra, hogy egy irányba kell mennünk, hogy egy célra irányába kell cselekednünk, és hogy azt nem lehet külön, pontosabban lehet egyenként is, de a cél az mindig ugyanaz kell legyen, akkor van együttműködés. Tehát nem úgy kell összefogni, hogy megfogjuk egymás kezét, és azáltal senki nem csinál semmit, de az jó szorosan, hanem megengedjük mindenkinek, hogy elvégezze a saját dolgát, de az irányultságot azt meg kell határozni. Azt kell tudni, hogy mit akarunk elvégezni, és abban kinek mi a feladata. Mindenkinek más a feladata. Tehát megnyugtatok mindenkit, nem kell ugyanazt csinálni, amit a másik csinál. Csak ugyanabban az irányban hasonl. Vegyünk egy lovaskocsit, ugye, hogyha 6 lovat fogunk hozzá, és mindegyik ló másik irányba van rákedve, mi lesz abból az angol járműből? Hát roncs. Nem? Hát nem tudnak elmenni, csak úgy, hogy viszik a reagányt. Na, tehát ugyanez van az emberrel is. Tehát az embernek is
Minden embernek saját feladata van, az élet adja a saját feladatát, az élet ritmusa, amiben él, amifelé törekszik, most hogyha egy irányba törekszünk, akkor egy irányba fogunk hatni. És akkor a sebesség és a hatékonyság összeadódik. Logikus, gondolom mindenki érti. Na most ha nem ezt csináljuk, akkor probléma van. Visszatérve, tehát gyakorlatilag az ok, amit el kell fogadnunk, az benne van a teremtésben. Az ok maga, mondjuk úgy, hogy Isten vagy akárkinek is nevezhetjük. Ha ezt elfogadtuk, akkor azt is tudjuk, hogy mindaz, amit én az előbb elmondtam, tehát a jog, ami létrejön azáltal, hogy az ember, mint teremtett lény, bizonyos képességek birtokában cselekvő lesz, és meg tudja határozni a saját lehetőségeit. Mert tessék úgy érteni, hogy mondom, tehát hogy nem arról van szó, hogy én elhatározom, hogy én leszek mindenkinek a feje, szó nincs róla, hanem én a magam részéről, ilyen irányba mit fogok csinálni, és hogyan hatok ezáltal. Ezt kell tudni. Ez az én szabadságom. Döntési szabadság. De a döntési szabadság csak addig tart, amíg mások jogait nem csorbítom. Tehát se a szomszédom, se az ellenségem, se a barátom jogait nem csorbíthatom, mert az vissza fog ütni. Miért? Mert a teremtésben a valódi törvény az okozati törvény. Tehát az ok után az okozat törvénye van, és ha én az okozatot megsértem, az engem megsemmisít. Tehát ne tegyek ellene. Jó? Viszont ugyanakkor ebből fakadóan minden, ami nem az ember hatáskörében van, hanem a fölött látszik lenni, vegyük az államigazgatásnak a maga megnevelése szerint állam jogait, mondom, hogy az nincs. Tehát az államnak nincsen joga, mert mire lenne, hol van a jogforrása? Tetszik érteni? Nincs jogforrása. Ha pedig nincsen a jognak forrása, akkor nincsen jog. És ahogy az államnak nincsen joga, csak általunk, úgy nemzetközi jog sem jön létre. Mire appellál a WHO? A WHO azt gondolja, hogy úgynevezett tagországok be kell hódoljanak neki, és feléjük hatályos lesz az ő által előállított szerződésmódosítás. A baj ott van, hogy szerződése jött létre. Ha mégis létrejött, jogtalanul írták alá. Tehát bárki írta alá, az nem tett esküt a Szent Koronára. Magyarországon a magyar nemzetnek egyetlen főhatósága van a Szent Korona. Itt elhangzott ügyvéd úr által a Szent Korona mindenségén. Igaza van. A Szent Korona azért a legfőbb hatóság, mert ő képviseli a Teremtőt. Érdekes módon 1978-ban, amikor hazahozták a Szent Koronát az amerikaiak, akkor ott elhangzott egy riport, Dobovári Gábor interjú voltam meg a kísérő haregység, katonai egységnek a vezetőit, Viktornán Őrnagyot, megkérdezte tőle, megvan a videó, be tudom mutatni akár itt is, hogyha úgy adódik, de megkérdezte tőle, hogy neki, amerikai katonának, egy egykinek, akinek semmilyen gyökere nincs magyar, mit jelent a Szent Korona? És akkor azt mondta, hogy nem csak nekem, hanem a világon minden embernek a szabadságot jelenti. Azért, mert a magyar Szent Korona nem csak a magyaroké, hanem a világ koronája. Még egyszer mondom, a világ koronája. Miért is? Hát az előbb elmondtam. Azért, mert ő a nagy boldog azt mondja, a teremtő Isten koronája. Tehát ő képviseli a Földön a Teremtőt. Nyilvánvalóan a világ koronájáról beszélünk. És akkor feljön a kérdés, hogy hogyan lesz hatása, itt előbb az is elhangzott, hogy amit mi magyarok csinálunk az eljövendőben,
amit mi megteremtünk jövőt, az hogyan hat a világra? Hát úgy, hogy a Teremtővel közvetlen kapcsolatban vagyunk, és amit mi együtt akarunk, azt a Teremtő magáévá teszi és segíti, megvalósítja. Csak rajtunk múlik. Egyetlen gondolat. Próbáljuk ki. Aki még nem tette, próbálja meg. Nem úgy kell tenni, hogy kérem, könyörgöm ki, Jóistenke, csinálj nekem valamit. Nem. Hanem meg kell határozni, hogy mit, és az most, és köszönöm, hogy megvan. Nem majd, nem múlt, hanem jelen. Köszönöm, hogy már meg is van. És akkor a történet megvalósul. Szeretnétek? Igen. Tegye fel a kezét, aki nem. Ez csali volt. Bocs. De tulajdonképpen az, amit mi csinálunk, az teremtés. A magyar nyelv, nem mindenki tudja, a teremtésről szól. Van egy olyan tudományos dolgozat, amit talán nem sokan láttak még, amelyik erről konkrétan elmondja a valóságot. A magyar nyelvet akkor szerkesztették meg, amikor már mindent tudtak. Mindent tudtak, még egyszer mondom. A kozmikus mindentudás a magyar nyelvbe bele van kódolva. És nem úgy találták ki, hogy hasonlítéssel, hanem megszerkesztették. Nincs még egy nyelv, amelyik ugyanezt tudja. Matematikailag és még 3-4 féleképpen meg van kódolva, keresztkódolva van. Minden betű, minden gondolat, minden mondat. És ha majd megtanulunk magyarul mindannyian írni, olvasni is, mert sajnos azt már nem nagyon tudunk, ugye itt a rovásnak nevezett írásról beszélek, de nem a székely magyar rovás írásról, hanem van egy valós ilyen dolog. Egy idő múlva mindenki fog vele találkozni, mert most kezdődik valójában ennek a tudománya. Tehát magyarul, amit mi csinálunk, amit mi tettünk, ez az arról szól, legyek ebben csak följebb vinni. Tehát, hogy elkészítettük ezt a dokumentumot, és itt látható, hogy egy pillanat, nem én tudom, ott van, hogy bármely magát nemzetek felettinek, nemzetközinek, világszervezetnek nevező társasággal, például ENSZ és annak társszervezetei, WHO, EU, NATO, stb. A stb. Alatt érzi azt, amit nem tudunk fejből, de mindig van. Mindenki, aki magát nemzetközinek nevezi, nemzetek felettinek, azt felejtse el. Szó nincs róla. Mert a velük kapcsolatban egyetlen magyar nemzeti jogterület irányítását, jogi szabályozását nem adta át, ha bármi jogból tudták kívül, ez feltételezhető, a Magyar Királyi Kamara nyilatkozatával visszavonja. És tessék tudni, hogy a jogban, a jelenlegi magyar viráskodásban is, ezt az ügyvéd úr biztos tudja, a nyilatkozat a legerősebb bizonyíték. Ha nyilatkozunk, akkor azt tudomásul fogják venni. És nem tehetnek ellene semmit. Mindenki, aki itt van, és aki nincs itt, ha ezt a dokumentumot a kezében tartja, mellé oda tudja tenni. Egy pillanat. Az előre mutattam a zöld igazolványt, ugye? Akkor senki nem vitathatja, hogy ő a Szent Korona tagja, és ez a dokumentum védi őt mindenkitől. Legyetek benne biztosak, és töltsétek le az apostoli magyar királyságban info oldalról, le lehet tölteni, PDF-re van. Kinyomtatva zsebbe lehet tenni. Tehát végül is azt akartam csak elmondani, hogy megtettük azt, amit megtehettünk. Ha tudod, akkor végére kéne venni. Igen. Itt látszik, hogy kinek adjuk oda, és akkor a végár. Felsoroltuk itt azokat a szervezeteket, akik magukat valamilyen szinten ebben a
csoportba beletették, és úgy tudjuk, hogy támogatják ezt a nyilatkozatot, vagyis az önvédelmet. És köszönjük mindenki nevében. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Miután a Magyar Királyságra vonatkozóan elég kevés embernek vannak kimerítő információi, ezért létrehoztuk a Pandora szelencéjét, ez egy DVD, amely DVD-n 4-5 előadás van, és mint egy 1000 oldalnyi olvasni való, hogy legyen miből haladni, és benne van ez az anyag is, tehát az előadások anyagát is itt meg lehet találni. Kérem, hogy mindenki vegye magához egyet, ott van az asztalon, ahogy megyünk kifelé, jó? A zöld igazolványt, azt hol lehet? Nem értem. A zöld igazolványt, azt hogy lehetnek szerezni? Nagyon rosszul hallom. Zöld igazolvány. Zöld igazolvány. Hogyan lehet hozzájutni? Fölmegy az oldalra. Egy pillanat. Fölmegy. Na tehát amikor megyünk kifelé, itt jobbra az asztalon van egy dobozba több ilyen. A zöld igazolvány. Amit eltettél a zsebedbe. Hogy lehet hozzá? Zöld igazolvány. Fölmegy az oldalra, és akkor lehet tölteni a belépési iratot. Sajnos a polis Krisztiánnak már nem tudjuk, hogy jönni volna, mit lesz. Hát ugye azt láthatjuk, hogy itt van egy komplex párhuzamos jogirendszer, ami létezik. Párhuzamos jogi rendszer, ami létezik, és hány tagja van? Hány tagja van? Nem értem. Hány tagja van? Hány tagja van? 10 000 körül. 10 000 állampolgára van. Honpolgár? Honpolgár. A honpolgár meg az állampolgár között van egy kis különbség. Igen. Az állampolgár az államnak a rokszolgálja, a honpolgár pedig a hozzának a tagja. Nos, tehát az én kérdésem az az volt, most a világon is, hogy hol vannak a határai annak, hogy mit szabad megalkotni a világon, és Szabó Attila azt mondta el, hogy mire alapozzák az alternatív, a párhuzamos jogrendszerüket, és úgyis Krisztián is ilyenről beszélt volna, ha jön, de majd holnap fog róla beszélni. Most holnap este lesz még egy ilyen jogi megbeszélés, méghozzá leginkább a vétával fogjuk kicsúcsosítani. Délután a egészségügyi részben fog tartani előadást a Nagyra, és a WHO-ról, és a fél hétkor kezdődő, tehát hamarabb tudjuk kezdeni, a vacsora időt nem töltjük el teljesen. Fél hétkor kezdjük, és 9-ig, vagy ameddig ki nem fulladunk, addig fogunk beszélgetni utána a jogi lehetőségekről, hogy hogyan lehetne ezt a dolgot elromadítani, a WHO-ból való kilépést. Holnap este. Mert ugye itt az a paramunci helyzet van, hogy valamikor, valamilyen körülmények között aláírtak egy megállapodást a WHO-val, amely egy alkotmányban rögzítette az ő úgymond tanácsadó jogait, majd ezeket most fokozatosan átalakítják parancsúra,
mi vagy direkciókat adni tudó rendszeré, tehát hogy nem lehetőséget ő tanácsadásra, hanem kötelességet adtani az ő instrukcióit, és ezt a, úgy tűnik a magyar politika ezt simán asszisztálja. Viszont egy alternatív, vagy egy párhuzamos rendszerben, amiről Szabó Attila beszélt, ugye ez a dolog eleve ki lenne zárva, csak az a kérdés, hogy ez valóban egy korlaton fog tudni működni. Hallod a mikrofonot? Igen, hallom. Úgy, van-e egy esetben valami visszavételetek? Jó, elszoktam. Hogy mondjam, mindenképpen a legjobb fejleményekről fogok referálni, mert nagyon sok fejlemény van. De egyelőre, ami jó talán mindenkinek, ami egy reménysugár van, hogy a káosz nő. A káosz nő, az annyira nő, hogy most már nem is tudom, utána fogok még ma este még egyszer extenézni, és holnap nem mondjak teljesen hülyeséget, mert most már csomó afrikai állam, hát az már szerintem olyan 70 szám körül van, akik nem akarják aláírni. Szóval azért alakul a helyzet, úgyhogy már több állam is bejutott, ahol ők már szóval sem ilyen, és ország is megprotesztált, Új-Zéland és mondom, hát kb. 70 afrikai állam, úgyhogy ezen a túrán kell tovább menjünk. És majd volna megmondom az új fejleményeket, hogy mindenképpen be kell egy pár kampányt indítanunk, mert a WHO meg akarja segni a népjogot teljesen lábbal tiporja a népjogot, és ennek most már effektív dokumentuma van, úgyhogy ezt meg fogjuk támadni. Úgyhogy erről holnap beszélünk, úgyhogy erre mobilizálni is fogok holnap mindenképpen. De most Németországban mondtam, hogy nekem van egy polgári szervezetem, ott a kb. 11 évben vagyunk, és most már ezen héten beindítjuk erre Németországban a kampányt, úgyhogy a Genfbe írunk, és a Lauterbachnak írunk, a Német Egészségügyi Minisztérnek. És ugyanezt meg kell csinálni a magyarul, úgyhogy jövő héten már kiérték tőlem, de azt megcsinálom magyarul jövő héten, és akkor szerintem azt, vagy ki fogok tenni holnap egy szillát, írja be mindenki az e-mail címet, és akkor részt vett ezen a kampányon, hogy itt most azon gondolkoztunk, hogy hát Magyarországon nincs egészségügyi miniszter, ez a probléma. De úgy döntöttünk, itt a többekkel beszéltem, hogy végülis úgy döntöttük, hogy az Orbánnak fogjuk küldeni. Mert ez egy teljesen nyílt forrás a WHO-tól, úgyhogy hogy is hívják a Orbánt, azt egy kicsit úgy, hogy meg kell vizsgáljuk. És a másik pedig, amit kérdeztetek, hogy mit lehet csinálni, hát a másik, amit én kitettem extra, hogy én most szervezek ilyen büntetőjogi eljárásokat a fejces szerződés miatt. Én már beadtam Németországra a Hágába, kb. 8 von der Leyen és az Albert Bourla, szóval a főmokusok vannak benne, és ugyanazt beadtuk már Németországba szintén, a nemzeti szinten, és be is lett adva minden képviselő ellen, akik megszavazták ezt a kötelező szektorális oltási programot. Na most még csináljuk azt, hogy Németországban a főbűnösöket még egyszer most kampányban, hogy sokan adják be. Ugyanezt fogjuk csinálni Ausztriában is, hogy sokan adják be. És most Magyarországon is azt adom vagyok, hogy a Magyarországon is be legyen indítva ez a büntetőjogi feljelentés. Apám ügyvéd volt egyébként, és csak mondom, de apám az egy nagyon bátor ügyvéd volt, hogy figyeltem, mint a kollégát.
A lapám virtuálban ügyvéd volt, ő mindig a fronton volt. Na szóval azt akarom mondani, hogy a büntetőjogi eljárásokat akarom itt is Magyarországon indítani, hogy sok ember adja be. Ez a lényeg, hogy sok ember, és egyszerre. Ez a terv, hogy május elején kb. Ausztriában, Németországban, és most már talán Magyarországon is sikerült, egy napon legyen beadva Hága felé is, és egy napon legyen nemzeti szinten is. Most már Magyarországon összeszedtük, nekem a fele már megvan, mert ezek a fejtszer szerződések, olyan, ez a szerződés olyan disznó, hogy ez több nem kell. Most ez a részét én már földolgoztam, a magyar jogi rész is már benne van, most már csak a személyeket kell összeszedni, a személyek is már megvannak, csak most már azt kell csinálni, hogy most már két hölgy vállalta, hogy esetleg segít nekem, talán az Erzsi segít nekem egy kicsit, hogy a főkolomposokat, akiket már összeszedtünk, az legalább 10-szer még Magyarországon, és hogy ezeknek, hogy ezek kronológikusan mit csináltak, hogy ezek mit csináltak, hogy mennyiben lettek részt ebben a disznószerződésben. És ettől nem kell félni, hogy fütyükben nem kerül. Most ha sokan beadják, akkor talán kényszerítsük a jogi rendszereket is, hogy erről tárgyalunk. Mert ez egy tény. Jön, hogy mindenki hallott ezekről a szerződésekről, ezt föl kell hoznunk, ha visszik föl. Jó. Köszönjük szépen. Akkor én röviden megpróbálom összefoglalni a eddigi jogi ismereteinket. Ez részben táplálkozik a egynapi megbeszélésünkből, részben a maiból, és ahogy mondtam, ez még holnap is folytatódni fog, különösen a VHO ügyében. Tehát én most azt értem ezekből a beszélgetésekből, hogy egyrészt nagyon fontos, hogy minden módon szót emeljünk a visszaélések az emberségek ellen jogi úton. Ahogy tegnap ez megfogalmazódott, ez az államaparátus nincsen felkészülve az ilyen jogi ügyekre, nincs nagy ellenálló képessége, és előbb-utóbb összeomlik tőle. Mármint nem az államra gondolunk, de minden esetre valamiféle funkciója az ügyben, hogy folyamatosan védekezzen. És ahogy ezt a Magyar most itt elmondta, ő is tervez ilyeneket. A Szita Egyesületnek is vannak ilyen tervei, jó lehetőségek, amiket szeretnénk megtámadni, és muszáj, hogy kiálljunk magunkért, és szót emeljünk magunkért. Tehát ez az első dolog. Mindenki, akinek van egy kis vér a kucájában, az próbáljon valamelyikhez csatlakozni, és részt venni abban, hogy minél nagyobb zajt csapjunk, hogy nem értünk egyet azzal, hogy elvédik a személyiségi jogainkat, például a VHO ügy kapcsán. A másik dolog, amit megértettem, hogy nagyon sokféle jog van. Nem csak az a fajta jog van, amit magyar államként ismerünk, és a magyar államnak az összes jogi vonatkozásai, alaptörvény, törvények, jogszabályok, rendeletek, stb. Hanem vannak ezzel párhuzamos jogok is. Ezt kellene egy kicsit majd jobban megértsük, és talán holnap majd Bódis Krisztián neve segít nekünk. Van egy csomó minden, ami párhuzamosan zajlik. És ugye erre egy jó példa volt szintén, amit Szabó Attila elmondott, hogy létezik egy magyar korona királyi tanács, amelyiknek saját jogrendje van, állampolgárai vannak, honpolgárai vannak, és őrájuk ezek a szabályok érvényesek, és ők ezt szembe tudják fordítani azzal, ami bennünket leigázni akar. És hát ezen kívül biztos, hogy a jog segítségével a saját jogrenden belül is lehet eljárásokat indítani, megfelelő módon összegyűjteni azokat a
jogszabályokat, amelyeket nem tudtak még bevonni az árulás alá, ugye? Azt látjuk, hogy folyamatosan alkották az új jogszabályokat, miközben tartott például a Covid mizéria, megjött benne, Gábor Fulán. Szóval, hogy elég nehéz helytállni, és erről beszélt ugye Monostori Attila, és elég nehéz helytállni a mai állampolgári jogrendszerben, mert próbálnak minden kis csüstöt elvarni, hogy nehogy valaki ennek igaza tudjon lenni az állam túlkapásaival szemben, de ezt a küzdelmet is érdemes tovább vinni, és nem szabad, hogy ez kedvünket szedje, mert az igazság az akkor is igazság, hogyha jól azt nem képviseli. Szóval ez a három dolog, az én fejemben ennyi az, amit én megértettem, az időnk is letelt, ez a negyedik. Egy mondatot. Igen, kihasználom azt a lehetőséget, hogy itt van Monostori Attila velünk. Ugye nemrég a Lulli házban voltunk, és meghallgattuk Barkóczy professzor asszonynak az előadását az mRNS-ről, ami nagyon szépen dokumentált, kiválóan érthető bárkinek, hogy ez alapján indítani egy pert, hogy semmiféle mRNS, tehát ez génmanipuláció, tehát az bizonyítani tudjuk, hogy génmanipulált oltást, azonnal leállítani ezeket az oltásokat, és a gyerekeknek se lehet. Mikrofon. És a szabad oltás, tehát az, hogy az lenne a célunk, hogy a gyermekoltásokat is szabadon lehessen váltani. Mit szólnál hozzá, hogyha egy ilyen pert tudnál-e vállalni? Tehát egy nagyon komoly dokumentáció, minden anyagot van mögötte, ez egy génmanipulált oltás volt, és ugyanezt tervezik, meg nem is tervezik, hát nem is tudjuk, hogy már benne vannak-e a gyerekoltásokban. Már elvileg tavaly szeptemberben már reklámozta a WHO az mRNS gyerekoltásokat Amerikába is adták is állítólag. Amerikába igen, fölhívott egy amerikai ismerősöm. A szomszédba 6 éves volt a gyerek, bevitték oltani, és utána meghalt másnap a gyerek, és elkezdték nyomozni, és azt mondták, hogy már mRNS volt az oltásában a gyereknek. Na, akkor ez ügyben, hogy esetleg vállalnál egy ilyen pert, mert ezt a... Tudom, mert nem ügyék. Hát de... Jogász. De akkor is lehetne, nem? Tehát jogászi háttérrel nem lehet elindítani. Mondd el. Magamat nem kívánom itt. Szóval a lényeg az, ugye évtizedeken keresztül magyarországon ügyvéd voltam. Ebben részletekben nem akarok bevenni, nem ez a lényeg most. Ugye jelen pillanatban egy részben magyar részben nemzetközi alapítványnak vagyok a forradalmi elnöke, és ennek a jogosítványa, nemzetközi jogosítványa az, hogy nem magam, azért akadozok egy kicsit, mert még a jogászok, pontosabban még az ügyvédek sem nagyon tudják ezt. Tehát vannak bizonyos civil szervezetek, egyesületek, akik ha megkapják az elvonatkozó jogosítványt, akkor ugyanúgy személyiségi jogi perekben, birtokában, stb. Ugyanúgy elvállalnak ügyeket, peresügyeket és a különböző magyar bíróságok előtt, mert ha ügyvédek lennének. Én nem civil szervezet, hanem társadalmi szervezetnek vagyok a korrektorai elnöke, ez pedig azzal a magyar és nemzetközi jogosítványon rendelkezik, hogy mind Magyarországon, mind pedig jól halljátok az Európai Unió illeték és intézményeinél is képviselet, mint ennek a korrektorai elnöke, akár magyarországi, akár nemzetközi ügyeket is. Tehát ez azért valamivel magasabb szint, mint az ügyvédség, mert az ügyvédek ugye Magyarországon kívül csak Strasbourgba mehetnek, tehát ez az úgynevezett emberjogi bíróság. Én viszont az Európai Bíróság adott esetben az Európai Bizottság, adott esetben az Európai Parlament, adott esetben az Európai Számvevőszék, adott esetben az Európai Ombudsman, tehát ezek azért széleskörű dolgok. Viszont, tehát azért mondom, ezt nem akarom itt ecsetelni. Tehát ez a legitimáció megvan. Ezt nem én harcoltam ki, tehát ez nem az én érzelem, hanem az én előzőmé. Egy fiatal ember, hol nem is tudom, hogy csináltam, meghalt szegény, és 2 évig ez a társadalmi szervezet kereste az utódját, és akkor az a megtiszteltetésért, hogy úgy gondolták, hogy én lennék ennek
az alkalmas személyi politikai elmény, tehát ez a háttere a dolognak. Visszatérve, amit te mondtál, az eddigi sok évtizedes ügyvédi gyakorlatom alapján Magyarországon mindenképpen, tehát itt most nem az a legfontosabb, nyilván persze, hogy igazságunk van önmagában, az ugye egy feltétel, de sajnos annak alapján azért jogerős ítéleteket nem feltétlenül hoznak. Az egyik a teljes magyar nemzeti nyilvánosság, ezen párhuzamosan amennyire lehet egy európai vagy nemzetközi nyilvánosság, hát ezt meg kell szervezni, mint olyan. Itt tulajdonképpen nem is az a számszerűség dönt, hogy hányan patronálják, hány szolidaritás természetes személy van, vagy jogi személy, hanem hogy mekkora a Magyarország, illetőleg a nemzetközi nyilvánosság, és akkor ezzel párhuzamosan benyújtani az illetékes Európai Uniós intézményekhez, hát megeszem a fejem, hogyha az illetékes magyar bíró, vagy bírói tanács nem kezd el gondolkodni, mert azért a, most nem akarok ilyen szavat használni, látszatot, de a törvényességet azért is fel kell tartani, ha akarják, ha nem. Hát azért Magyarországot fókuszban, reflektorfényben van ez az ország, ha akarjuk, ha nem. Tehát ez a válaszom, hogy klasszikus módon lehet persze írni és stb. Alapján képviseletet ellátni, de az nem feltétlenül vezet ahhoz az eredményhez, amit szeretnétek. Ugye? Ezt megadott magyar és nemzetközi módszer alapján kellene elindítani, már a legelején, ugye, hogy ezt ne lehessen úgy kezelni pont-pont-pont ahogy. Ugye? A jog ez egy nagyon kacifántos, egy nagyon furfangos dolog, csak egyet mondok nektek még, ha már itt vagyok, ugye, nem tudom, ki találkozott magánváltás ügyel, nem tudom, ki találkozott személyszűződő megsértésével, jó érzék megsértése, becsületsértés, rágalmazásként olyan. A magánváltás büntető ügyekben, ugye ezek különleges eljárások, ott csak két szó múlik, hogy az ember, ha följelentik, hogy a magánváltás ügyel, ugye az büntető ügy, ha tetszik, hanem még ha nem is közváltás, vagy közváltás az államügyész, képviseli a vádat a magánváltásnál, az ügyész, az, aki a feljelentést tette. És csak két szó múlik az, hogy az illető, aki vádlottként szerepel, ugye a rágalmazási ügyben, mit mond? Azt mondja a bírónak, hogy ez az én tényállításom, függetlenül mi igaz, mi nem igaz, akkor elítéleti, kaphat pénzbüntetést, kaphat felfüggesztett, illetőleg végrehajtónod. Ez a kettő, ez nagyon ritkán van, csak a ügyészek vannak benne, bizonyos háttér körülmények miatt által a pénzbüntetés. Ha azt mondja, terhet a vádat, ezt ne felejtsétek el, kérem tisztelt bírónők, láttak a bírónők, én véleményt nyilvánítottam. Akkor fog kell menteni. Ilyen egyszerű a dolog. Na, tehát akkor elvállalod, drága Attila, hogy a kérdésre is válaszoljuk. Az a igazság, van, én neked sajnos van gyakorlatom, szomorú, amit mondok, erre nem vagyok úgy büszke, mert az ilyen jellegű ígyságon nem volt, nincs meg, nem is lesz. Ezek nagy horderejű, na most ugye, hát ha tetszik, ha nem, az ellenség adott esetben látás is lehet, és olyan ellenség lehet, aki nagyon-nagyon komoly magyar, vagy akár nemzetközi hatalommal is rendelkezik. Tehát itt nagyon-nagyon oda kell figyelni, nem csak a klasszikus jogi normákra. Én azt mondom, a magam részéről annyit tudok ígérni a nagy nyilvánosság előtt tisztelettel, hogy természetesen amiben én a segítségetekre tudok lenni, abban ott leszek, akár jogi képviselőként, akár jogi tanácsadóként, ez természetes, ez alapvető morális erkölcsi kötelezettsége. De ezzel a legelején már tisztába kell lenni. Köszönjük. Mindenkinek jó étvágyat a vacsorához, 7 órakor pontosan találkozunk.